Gacsájközségből érkeztünk, 15 fővel, és most úgy néz ki, hogy köröm és csülökpörköltet fogunk készíteni, úgyhogy reméljük, hogy mindenki kedvére, és legalább egy dobogós helyezést szeretnénk elérni. Az alapanyag az olyan 4 kiló csülök körülbelül, és 3 kiló köröm. A fűszerek pedig azok, hát mindenki egyénileg, ugye a kis titkos receptjét senki nem árulja el, és annak megfelelően készülnek. A körömpörkölt mellett főtt a bográcsokban többek között kecskegulyás, halászlé, lecsús, hús, többféle töltött káposzta, de még erdélyi hagymás rostélyos is. Ez utóbbit a testvér település az erdélyi Firtosvárajáról érkezett Sipos László és családja készítette. Mi ragaszkodunk, mint tudjuk, a hagyományokhoz, és próbáljuk megtartani vagy megőrizni azt, ami a miénk, és itt továbbadni a gyermekeknek, ifjaknak is, hogy tanuljanak úgymond, jó példával járjunk elő. Ezért is ünnepi alkalmakkor magunkra öltjük a székelyruhát, illetve ünnepi ruhát. Ezt ilyen népi ruhának mondanám, amiben most jöttünk, és a feleségem is és a lányok is ragaszkodtak ahhoz, hogy ebbe mutatkozzunk meg. A rendezvény hangulatáról helyi zenészek is gondoskodtak. Korábban volt már ilyen rendezvényünk, és nagyon örültünk, hogy most a megyével közösen tudjuk ezt megszervezni. Ez egy családiasabb rendezvény, mint hogy lehet látni, családok, csoportok, akik közösen készítenek valamilyen terméket. Létrehoznak egy új terméket, és zsűri is, tehát úgy kell főzni, hogy zsűrizve is lesz majd az étel. A rendezvényt az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében projekt részeként szervezték meg. Rozsály egy tökéletes helyszín, hiszen itt azt hiszem, hogy nagyon sok szempontból vannak jelen azok az értékek, amelyeket mi szerettünk volna megjeleníteni ebbe a pályázatba. Hiszen itt megvan az összefogás, megvan az értékteremtés, megvan az értékőrzés, és megvan még az alázat, amelyel az egymás felé tudnak fordulni az emberek. És azt hiszem, hogy az egymásra utaltság, az egymásért tenni akarás, ez mind-mind hozzátartozik a helyi identitás tudat erősítéséhez, és ezáltal a megyei identitás tudat megjelenítéséhez is. Tehát egybe szeretnénk a magyarságunkat megmutatni, és egybe szeretnénk megmutatni azt a helyi erőt, amely ebbe segít bennünket. A térség országgyűlési képviselője köszöntőjében elmondta, mennyire fontosnak tartja a hagyományápolást, az értékek megőrzését és átadását. Az Erdőhát az én térségemben egy speciális térség, Rozsály, amúgy is Béres András szerepét tekintve egy kimondottan olyan település, ahol a hagyományokat őrzik és ápolják. Ha a Béres András mesébe beleolvas az ember, akkor tényleg megismerheti akár esetlegesen a korábban élt rozsáiak szokásait, az itt élő emberek hiedelem világát. Ez mind-mind ahhoz segít, hogy a hagyományainkat jobban megismerjük, jobban együtt tudjunk élni a hagyományainkkal, és most itt érezzük magunkat jól. A jó hangulatról a színpadi produkciók is gondoskodtak.